A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Deák Lajosné, a 11-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Azért hívtam meg ide egy beszélgetésre, mert nem olyan régen elfogadta a közgyűlés a költségvetést, az idei évre vonatkozó költségvetést, és hát, hogy mi minden valósulhat meg az ön körzetében, tehát a 11-es számú választókörzetben. De még mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit foglaljuk össze azt, hogy mi az, ami megvalósult az utóbbi időben, milyen fontosabb fejlesztéseket emelne ki. Hát az elmúlt időszak nem sok mindenre adott lehetőséget, de egy szigorú gazdasági városi vezetőség. Azért engedélyt, vagyis kaptunk olyan lehetőséget, hogy tudjunk fejleszteni a körzetbe. Ez egy óriási nagy eredmény, hiszen volt egy Covid év, amikor teljesen bezárt, leállt az ország, illetve maga a gazdasági helyzet, a háború véget. Én úgy érzem, hogy nagyon átgondoltan tudunk gazdálkodni. Ezért is a választókerületünkben, mivel egy hatalmas nagy területről beszélünk, Székesfehérvár szívéről, nagyon sok utunk és járdánk van. Közintézményeink vannak, óvodák, iskolák. És mindenhol próbálok úgy törekedni, arra törekedni közösen a lakosokkal, hogy mindenhol készüljön valami. Ha egy járda, ha egy parkoló megépüljön, ha egy intézményben ablak, nyílászárok cseréje, korszesítve a vizes blokkokat, vagy bármi, hogy mindegyik intézmény azért, hogy el osztva megvalósuljon. Mivel, ahogy mondtam, hogy szoros volt a költségvetés, ezért kevesebb pénzből lehetett gazdálkodni, de ebből a kevésből is tudtunk azért eredményeket elérni. Ez egy óriási nagy eredmény. Ha vesszük a hétvezér általános iskola, szinte az egész iskola környéken megújult, hogy csapadékvízvezeték cseréje történt kint az út mentén, a járdák, az utak, a közvilágítás, okostantermet kapott az iskola, ugye egy fejlett, korszerű tanítási módszer. Én azt vallom, hogy nem iskola elé kell kiállni, és különböző dolgokat hangsúlyozni, vagy hangzatni, mert azt szeretnék tőle hallani az embertől, hanem tetlegősen tenni azért az intézményért. Vagy éppen a Színhatéri Általános Iskola óriási problémát jelentett maga a tornaterem hiánya. Hála Istennek, ezek a két iskolában több mint 600 gyermek jár, nagyon népszerű. Bármelyiket mondom, egyszerűen felkapja mindenki a fejét, mert azt mondja, hogy Székesfehérvár. Kicsit a jövőre is orientálódva, a gyerekekre is orientálódva, oda kell rájuk figyelni. Nagyon szép sportcsarnokot kapott a Színhatéri Általános Iskola, teljes mértékben ki van használva, szinte éjjel-nappal rendezvény, sportrendezvény, illetve az iskolába történő olyan élet, ünnepségek, bármit meg lehet tartani. Ezek... Azt mondaná az ember, hogy nem olyan nagy dolog, de óriási nagy dolog, nagyon nagy dolog. Székesfehérvár költségvetését ugye 70%-ában a kormányzati támogatásból tudjuk megvalósítani. Azok mennek folyamatosan, ezek a beruházások. Nem szeretném felsorolni, de szinte minden van. 20% az önkormányzatnak az ön része. Ugye itt köszönet illeti azért a gazdasági szereplőknek is, akik megteremtik ezt az összeget, illetve 10% az, ami az Európai Uniós pályázatokból tudunk megvalósítani. Sok minden elhangzott, és nekem is a papíromban sok minden föl van írva azok közül, amiket elmondott. Többek között a hétvezériskolának a területén, illetve kint, amik megvalósultak fejlesztések. Az okostanteremről is beszélt. Miért olyan fontos, hogy legyenek ilyen fejlesztések az oktatási intézményeken belül? Ahogy szokták mondani, hogy fejlődik a világ, fejlődik az oktatás is. Aki 30-40 évvel ezelőtt járt iskolába, az egy más módszerrel tanítottak akkor a nevelők. Most, ahogyennyire fejlődik a világ egy irányba, így is kell nekünk is fejlődni. Nem csak a hétvezér általános iskolában, hanem a Színhatéri általános iskolába életszerűen szeretik, imádják a gyerekek, egy széles körű látásviszonyt ad rá a dolgokra. Erre van igény, hogy minél gyorsabban a digitális világban tudjanak érvényesülni. Ugye a Színhatéri iskola is szóba került, 85 éves lett az intézmény. Milyen volt az ünnepség, hogyan tudták megünnepelni? Hát én úgy érzem, hogy egy méltó megünneplése volt ennek a 85 évnek. Nagyon sok minden történik egy intézmény életében 85 év alatt.
nagyon sok csiszolatlan kis gyémánt kerül ki, aki szépen kicsiszolva a tudásával, a fényével az életben. Hála Istennek nagyon sokan itt maradtak Székesfehérváron, és Székesfehérvárnak az életét gazdagítják. A jelenlegi igazgatónő eléggé határozott, és nagyon jól összefogja az intézményeket, az intézmény lévő gyerekeket is. Nem egy napra orientálódott ez a dolog, hanem ugye egy ünnepkört bon fel, különböző futásokkal, vetélkedőkkel, szinte minden nap valami színes kis program lesz, ami méltó megünnepli a 85 éves intézményt. Mi minden történt a Gyöngyvirág óvodával és a Ne felejts óvodával? Hát igen, mindenből kettő van. Nekem mindenből kettő. Nagyon szeretem az óvodáimat, mert ott vannak a féltett kincseink. Nagyon fontos a gyerekeknek, hogy jó körülményben tudjanak egész nap ellenni. Egy kiegyensúlyozott, nyugodt körülményben, és minden meg legyen az egészséges fejlődéshez. Mind a kettő intézményünk óvoda, és be is tartják ezt a dolgot. Itt a Mesés Kiskertek rendezvényünk is majd tükrözni fogja, hogy mennyire lelkesek a gyerekek. Ott is ugye különböző vizes blokk felújítása történt, nyílászároknak a cseréje megtörtént, és arról nem is beszélve, hogy folyamatosan cseréljük a játékokat, hogy a gyerekek minél több fejlesztő játékokat meg tudjanak kapni, és ezenáltal fejleszteni tudják magukat. Megpróbálunk, hogy harmonikusan, közösen gondolkozni az intézményvezetőimmel, hogy mire lenne szükség. És megpróbálunk arra segítséget, támogatást találni az intézményekbe. Megvalósult egy nagyon jó szabadidő park a Túrózsáki úton. Ott mennyire használják ki, kik használják ki, mi mindenre van lehetőség? Hát szerintem a Túrózsáki sportpálya ez egy igazi öröm mindenki számára. Nem csak ebben az alsó részben, hanem az öreghegyiek és a város különböző területéről is érkeznek ide sportolni vágyok. Ez egy kimondottan ilyen családi park lett. A tervezésen odafigyeltünk, hogy minden korosztály ki legyen szolgálva, tényleg az óvodástól, a pár éves kortól, az egészen időskorig, hogy mindig legyen egy kis rendezvény, vagy egy kicsit nyitott legyen a lakosság felé. Kosárlabdapálya, műfüves focipálya, az Aszalvölgyi Sportnapok, ide szóval 12 éve, amit rendezünk, nagyon szeretik a gyerekek és a szülők is, vagy bármelyik ilyen sport egyesület is meg tud nyilvánulni ezen a területen, mert úgy lett kialakítva, hogy bármi, ha valaki kondizni szeretne jönni, kosárlabda, foci, séta, vagy nordic walking, akkor itt megtalálja. Az elmúlt, még nem valósult meg ez a beruházás, a másik oldal volt egy kisebb sportpálya, az még jelen pillanatban is megvan, igaz, az még salakos pálya, de ezekben a kis erdős részben ilyen levezető kis utak voltak, amivel az idős lakosok könnyebben meg tudják közelíteni az orvosi rendelőt a fiskális úton. Ezeknek a lejáratoknak a rendbetétele, illetve maga a járdarendszer megépítése, a közvilágítás, ez folyamatosan van. Ez egy több éven áthúzódó projekt, és talán az utolsó szakaszához értünk, ami remélem, hogy az idén el is fog készülni, és akkor azt mondom, hogy nagyon szépek vagyunk. Beszéltél ugye a kisebb és nagyobb fejlesztésekről, egy kutyafuttatót is adtak át az Aszalvölgyi úton. Igen, mert ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye családi házos ingatlanok vannak túlnyomó részt az Aszalvölgyi sétány körül. De ezek a kisállatok valakinek terápiás állat. És csak ő van, neki senki más. Ugye ez az időszak meg is mutatta, ez a covidos időszak, amikor teljesen be voltunk zárva. Az időseknek egy óriási fontos, hogy valakihez tudott szólni. És nem az, hogy kint a kertbe, kimozdul otthonról, elviszi egy ilyen kutyafuttatóba, mégis közösségben van, nem csak az állat, hanem maga is, és szükség volt rá. Szerették volna az emberek, szinte követelték, már csak azért is, hogy ki lehessen otthon mozdulni. Úgyhogy elkészült az is. Nagyjából ilyen beruházásokat a környékben élőkkel leegyeztetve, átbeszélve, megterveztetve, ki hogy szeretne, miképpen szeretne, és akkor úgy megyünk a tervező asztalhoz, hogy akkor hová kerüljön, hol, kit nem zavar senkit, és hogy mennyire lesz élesszerű. Nem olyan régen, ugye április végén volt fogadó órája a Királykúton, azt hiszem. Mennyien jelentek meg, milyen problémákat találkozott? Szeretik a fogadóórákat, de általában, hogyha valaki felhív engem a telefon és bejelent valami problémát, akkor személyesen szoktam kimenni.
Mindig azt vallom, hogy a személyes találkozó, a kontakt a választókkal az sokkal fontosabb. Van az irodai óra is, amikor eljönnek, aki esetleg nem szeretné, hogy az ember kimenjen. És akkor bejön. Általában mindig vagy a közlekedés, a fáknak a visszametszése, egy kis járdajavítás, olyan kis apró kis élethelyzetekből mondanak, vagy épp a szomszédjával, vagy nem igazán jó viszonyban van, kérnek segítséget, hogy hogy lehetne, ami mindennapi problémák. És nekik nagyon fontos az a mindennapi probléma. És valahogy mindig sikerül orvosolni, hogy hogyan, miképpen. Vagy hogyha segítséget kérnek tőlünk, hogy egyedül van, hogy tudok-e esetleg valakit, aki tudna neki segíteni párszor egy héten, vagy a család segítővel nagyon jó kapcsolatom van. Rendszerint szoktam javasolni őket, hogy menjenek el, kérjenek segítséget, biztos, hogy fognak kapni. Úgyhogy az ember mindenre odafigyel. Akkor nem csak a fejlesztések kerülnek szóba, hanem akkor egy kicsit tényleg így az emberen való segítés is. Igen, ez, ahogy említettem, hogy Fehérvár közepén van ez a körzet. Egy kicsit elidősödve, most jelen pillanatban generációváltások vannak a kisebb lakóktelepeken, és nagyon sok fiatal gyerekkel költöznek be, hát a két intézménynek a jelentkezési létszáma is tükrözi, hogy mennyi gyerek hirtelen jött az intézményekbe. Nincs is ebben semmi gond, és nagyon szeretjük, mert hát ez az életnek a rendje, de ahogy szoktam mondani, az időseknek azért tartozunk köszönettel, hogy ott, itt vagyunk, a fiatalok az meg a jövő, őket meg azért kell segíteni. Miket lát egyébként, hogy még milyen problémák vannak a területén, amit szeretne megoldani? Mi mindenre van lehetőség most így 2023-ban? Pár évvel ezelőtt elkezdtük a járdáknak a felújítását. Jelen pillanatban még mindig vannak olyan járdarészek, ami 40x40-es járólappal van letéve. Ugye, ahogy említettem, nagyon sok fiatal költözik be a körzetbe. Ezeken a járdákon nagyon nehéz egy babakocsi vagy egy kis motorral közlekedni. Elsősorban, hogy ezeknek kellene ezt a folyamatot folytatni, mert ezek nagyon fontosak. Az utak is. Az utaknak az állapota, hát van, ami 40-50 évvel ezelőtt lett tetéve, persze, hogy most már azért egy kicsit felújításhoz szorul. Arról nem is beszélve, hogy óriási problémát jelent nekünk is a közterületen való parkoló. De a közterületnek a hiánya is elfogy kisebb-kisebb lakótelepeken. A zöld területhez meg nem nagyon szeretnénk hozzányúlni, mert a zöld ugye a tiszta levegőt sok mindent biztosít. Hát szerintem nem mondok új dolgot, az egész városban a közlekedésnek a problémája, hogy némelyik levezető út szinte túlterhelt, hogy a reggeli időszakban abszolút nem lehet közlekedni rajta. Hát ilyesmi jellegű problémák vannak. És hát örülök, hogy az intézményünk azok meg folyamatosan fejlődnek, és mindig valami történik az iskolák, a vodákban, ami a gyerekeket jobban kiszolgálja, illetve az ott dolgozókat, mert ugye mindig a gyerekek, de a pedagógusokra is gondolni kell, mert ők az egész életüket ugyanúgy, mint a gyerekek, ott töltik le. És a mi gyerekeinknek ők a második édesanyjuk, és nem mindegy, hogy milyen környezetbe vagy milyen légkörbe töltik el ezt az időt. Én ebbe tudok nekik segíteni. Mekkora keret áll rendelkezésére, hogy most 2023-ban fejlesztések valósulhassanak meg? Hát, hogy említettem, nagyon szigorú volt a költségvetés, és tényleg egy átfogó gazdálkodást kívánt az önkormányzatoktól, nem csak az önkormányzattól, egy családon belül is, hogy az ember mennyire kellett meghúzni ugye a nadrágszíját, ez az elszabadult energiárok, ezek óriási nagy terhet róttak a családokra, illetve az önkormányzatokra, és azt se tudjuk, hogy mikor lesz ennek vége. Most jelen pillanatban elég csekély az a költség, amivel tudunk gazdálkodni, nem úgy, mint 2019-ben, amikor több összeggel tudtunk és jobban oda tudtunk figyelni. De ezt a kis összegbe is úgy vélekedek én, hogy addig, ameddig egy járda felújítást meg tudunk csinálni, vagy tudjuk tovább folytatni, úgy, hogy az ingatlan tulajdonosok nem szállnak bele ebbe a kivitelezésbe, hanem maga teljes mértékben az önkormányzat finanszírozza, akkor ez egy győzelem, és tovább tudunk fejlődni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és egy kicsit jobban megismerhettük a 11-es választókörzetet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, a köztér vendége volt a Deák Lajosné, a 11-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.